Nem bántjuk. Az első kérdés azzal kapcsolatban lenne, hogy ugye most is szeretetről és békéről. Bocsánat, hadd hallgass. Most is szeretetről és békéről beszélt, azonban pár nappal ezelőtt a Discord csoportjukban volt egy olyan értekezés, ahol több résztvevő azt írta, hogy ők örülnének annak, hogyha visszavezetnék a sort katonaságot. Bocsánat, nem hallom így. Akár még a nők körében is. Mit gondol erről? Ugye ezek a hozzászólások később eltűntek, úgyhogy a kérdés része az is, hogy ezek miért tűntek el. Igen. Az volt a kérdés. És a hírtévében most nem tudom, minek dolgoztak most. Hírtévében. Bocsánat, hagyj választoljak, jó? Az volt a kérdés. Meg kell az a mikrofon is? Igen, csak ez. Akkor két mikrofon, nem fullad fel, köszönöm szépen. Az volt a kérdés, hogy van egy Discord csoportunk, ez egy ilyen közösségi platform, amit a fiatalok használnak általában, és ott néhányan arról értekeztek, vagy eszmét cseréltek, egyébként sok minden másról is, nem tudom, föltűnt, hogy az egészségügy helyzetéről is, az oktatásról is értekeztek fiatalok és kevésbé fiatalok, néhányan beszélgettek arról, hogy esetleg vissza kell-e vezetni a sorkatonosságot. Na most erről azt tudom mondani, hogy ez egy fórum. Ez egy olyan fórum, mint a Hír TV-nek a Facebook oldalán, amikor beszélgetnek az emberek. Nem felel érte a Hír TV, de egyébként ez egy beszélgetés volt, bármit is hazudoztok. Nem azt mondta senki, ti azt már úgy hoztátok le a Hír TV-be, és minden propaganda médiumban, hogy a Tisza párt tervezi a sorkötelezettség visszavezetését. Hát nem. Megint hazudtatok. Ugyanis aki tervezi, az Kövér László, az országgyűlés fideszes elnöke. Be kell ütni a Google-be, ezt javaslom a Hír TV nézőinek itt, bár úgyse fogjátok leadni, hogy üssétek be azt, hogy Google-be, hogy Kövér László és hadkötelezettség, ő tervezte, valamint a KDNP, a Fidesznek a koalíciós partnere hivatalos országgyűlési határozati javaslatot is beterjesztett a sorkötelezettség beterjesztéséről. Ezt is legyenek szívesek beütni a Google-ba a Hír TV nézőit. Tehát kevesebb hazugság, több igazság, ezt tudom javasolni. Majd azért legyenek szívesek este megnézni a Hír TV adását, hogy mit fognak ebből bevágni. Pénteken lesz, bocsánat, nem van. Június 9-én hol tervezik az eredményvárójukat? Június 9-én hol tervezzük az eredményvárójukat Budapesten? Esetleg lehet tudni további részleteket, hány órakor kezdődik és mi lesz a pontos helyszín? Természetesen, bár én nem tudom, hogy a Fidesz-é hol lesz, és ez miért olyan fontos, ki fogjuk küldeni a sajtólistára. Önök is rajta vannak a sajtólistán, nem úgy, mint egyébként az ellenzéki sajtóorgánumok, vagy a független sajtó a kormánynak a listáján. Esetleg... Azért, mert még nincs megkötve a szerződés. Azért mindenről tájékoztatva lesztek, szeretettel látunk, nem tudnám elképzelni nélkül az ünneplést, úgyhogy mindenképpen a várra. Igen, még van esetleg kérdés. Hogy múlt héten megkeresett minket, mondták. Eddig tegeződtünk, hol magázolunk, ilyen sem tudok kiigazodni ezen. Szóval Molnár Miklós az unokatestvérének a volt férje keresett meg minket, nem mi kerestük őt, hanem ő keresett meg minket. Látta esetleg ezt az adásunkat, meg tudja erősíteni azokat az állításokat, amiket Molnár Miklós megfogalmazott az ön nagybátyjával és édesapjával szemben. Igen, ez egy jó kérdés, megnézhetjük a kameraszámot, vagy hívjuk rendőr, hogy esetleg nem körözött kameráról van ez szó, ez egy valós kérdés. Nem tudom, hogy feltűnik el, hogy milyen más színűsre beszélgetünk mi beletek önökkel, mint a kormány képviselői, akik adófizetői pénzből dolgoznak és fenyegetik az újságokat. Nem tudom, hogy ilyenkor miért nincs bennetek szolidaritás ilyen kormánypárti propagandista újságíróként, amikor fenyeget egy miniszter, egy másik újságot, a saját kollégáitokat, amikor elveszik a kamerájukat. Ilyenkor nem szoktatok tiltakozni? Mert egy normális munkahelyen az orvosok, vagy egyik orvos megfenyegetik, akkor a másik orvos felmond, vagy egyébként tiltakozik. Ti tiltakoztatok a Hír TV-nél? Már megmondanád esetleg? Nem. Akkor ezek szerint nem tiltakoztak még a kollégáik zaklatása ellen. Előbb elmondtam neked már, és felhívtam a figyelmedet arra, hogy szállj le. Szálljatok le magánemberek, akik nem közszereplők a családomról. Egy szó nem igaz abból, de már egyébként szerintem megválaszolták a családtagjaim helyettem is, hogy fel fognak benneteket is jelenteni, és az unokatestvérem volt férjét, és aki hazudik, aki egyébként egy neres vállalkozó, és valószínűleg rengeteg gondja van, és valószínűleg megzsarolták, hogy pénzt ígértek neki, ahogy a Tatabányai étterem tulajdonosának. Igen, aki hazudott. Következő kérdés.
Következő, nem ti, következő kérdés van esetleg. Tartom, hogy az Úr keresett meg. Még, nem azt mondtam, hogy ti zsaroltátok meg, nem azt. A ne. Ő van zsarolva. Ne. Akkor úgy fogalmazott, és most is ezt hangsúlyozta, hogy nem szeretné tovább mélyíteni a jelenleg fennálló árkokat. Azonban pár nappal ezelőtt úgy fogalmazott, hogy a Fidesz szavazók kihaló félben lévő állatfaj. Továbbra is fenntartja azt az állítást, hogy állatfaj. Köszönöm szépen, igen, válaszolok erre. Rosszul fogalmaztam, eddig mindig kihaló példelő madárfajt mondtam, és most nem mondtam egy rossz szót, természetesen nem úgy értettem, de nem én akartam felakasztani magyar embereket, hanem Kövér László, nem én patkányoztam egyébként embereket, magyar választókat, hanem ellenzéki politikusok, én ilyeneket, én ezt nem rossz szándékkal mondom, és bármit összevághattok, bármit csinálhattok propagandisták, mert senkinek nem hat. A mi beszédeinket, a mi fellépéseinket mindig élőben közvetítjük, ezért lehetőséget adunk nektek, és Bede Zsolt Féléknek, hogy kivágjatok egyet fél mondatot. Mi vállaljuk ezt, mi nem Magtárban kampányolunk, nem lezárt utcákon kampányolunk, elmegyünk vitákra és beszélgetünk. Ennyi örömötök legyen, tessék! Nem bántam meg azt, hogy nyílt kampányrendezvényeink vannak, és egyébként nyíltan beszélünk, aki dolgozik, az hibázik. Ez Dajcs Tamásnak például ismeretlen lehet, ezt tudom erre mondani. Van esetleg még kérdés? Köszönöm, ezért talán kár volt leutatni Tatára, további jó munkát, minden jó! Köszönöm a hírtévén kedves!